Nemzetiségi néptánc bemutató Mohácson a Széchenyi téri színpadon farsang vasárnap. Az együttes Pélmonostorról érkezett. Pélmonostorról érkeztünk Mohács testvértelepüléséről. A Jovan Lazić szerb kulturális és művészeti egyesületet képviseljük. 75 éve működünk, a nevünk először Radničko volt, majd amikor 91-ben újra alakultak a horvát, magyar, szerb kulturális csoportok, akkor vettük fel a mai nevünket. Nagyon sok helyen lépünk fel, főleg baranyai táncokat adunk elő. A busójáráson évek óta itt vagyunk, hiszen, mint már említettem, Mohács testvértelepülése vagyunk. A kulturális műsorok ilyenkor azonban nem a fő attrakciók. A busókról szól minden ezekben a napokban. Kirándulásként szervezték, és most eljöttünk, de nagyon örülök neki. Hát gyönyörű Mohács. Gyönyörű, és mit szól a busókhoz, mit szól a műsorhoz? Nagyon jó, és nagyon élvezetes. Hát vényképezkedtünk is vele, úgyhogy ez ilyen kis örök emlék itt megmarad, és csodálatos a templom is gyönyörű, most voltunk ott is, úgyhogy sok szép élménnyel térünk haza. A Rába közi szírről utazott a busójárásra ez a látogató egy csoporttal. Bár a vasárnap a busócsoportok bemutatkozásának napja, van, aki egyedül járja a mohácsi utcákat ilyenkor. Van, aki csak úgy fogja magát, beöltözik csak a hobbi kedvéért, vagy az élvezetért. Ennyi igazándiból. Voltam csoportban, gyakorlatilag a csoporttag se teljesen jó egyébként. Jó a közösség, van amikor vannak táncok, van amikor elmennek vidékre, ugye kicsit híresítik ezt a busójárást. Tehát igazándiból csak előnye van, de akinek nincs annyi ideje erre, hogy menjen mindig mindenkivel, annak gyakorlatilag annyira nem jó. De egyébként csak előnyei vannak. Nagyon jó a hangulat, végre meg lehetett tartani egy normális olyan fesztivál jellegű összejövetelt, ahol a koronavírus gyakorlatilag nem korlátoz semmit, ugye tudjuk, hogy nem korlátozott itt semmit, tehát nincs kötelező védettségigazolvány, úgyhogy nagyon sokan jönnek, reméljük, hogy nagyon sokan fognak még jönni, és nagyon sokan itt maradnak, és a következő években is lennék, hogy így marad. Nem, tehát a szüleim soha nem voltak öltözve, gyakorlatilag sokács néphagyomány, ugye. Nem vagyok sokács, de nagyon szeretem a busójárást, nagyon szeretjük a sokacokat, együtt élünk velük gyakorlatilag, hozzánk tartoznak. A tavalyi járványhelyzet nem szegte kedvét a busóknak, idén többen jelentkeztek, mondja a főszervező. Jelenleg 70 busócsoportunk van, több mint 2000-en öltöznek be idén. Ez a szám, ez évről évre nő, és azt gondoltuk, hogy a Covid egy kicsit talán megviseli a csoportokat, hát nem, hiszen az idejében is 3 vagy 4 új csoport alakult. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt Mohácson a busójárása úgy, tehát mondhatjuk azt, hogy él és élni fog mindig is, Covid ide vagy Covid oda. A Covid abban nehezítette meg a ma az idei évi életünket, hogy a beltéri rendezvényeket nem mertük megtartani, tehát gyakorlatilag a szokásos táncházakat kihoztuk ide a Széchenyi térre. Vasárnap mutatkoztak be a busócsoportok a nagy közönségnek. Felvonulásuk vonza a legtöbb látogatót Mohácsra, így volt ez február 27-én is.